Miután Kókuszt és Elzát a kifutóba engedték, először együtt kezdtek el játszadozni, majd Kókusz szagot fogott és észrevette az idegen tárgyat a már jól ismert környezetében. A különleges labda a parkban található patás állatok szaganyagát rejtette, akiknek az előző esti alomként használt szénájából és szalmájából töltöttek az oroszlánok számára izgalmas ajándékgömbbe. Úgy gondoltuk, hogy ez egy különleges gyereknap legyen, amikor nem csak a gyerekek, hnem a Nyíregyházi Állatpark állatkölykei is kapjanak meglepetést, játékot. Ezek speciális labdák, amiket egyébként csak néhány cég gyárt világszerte, tehát nem olyan könnyű hozzájuk jutni. Rendeltünk ilyenből jó párat, és különböző állatok kapják meg ezeket, hogy ők is élvezzék a gyereknapot, és tudjanak játszani. A hatalmasan növő barna medve felalá sétálgat a kifutójában, még nem is sejti, hogy hamarosan ő is ajándékot kap. Ha a természetben az állatok riválisokkal versenyeznek, párt keresnek vagy táplálék után kutatnak, ezért nagyon fontos, hogy zártartási körülmények között is ingergazdag környezetet biztosítsanak számukra, mondta el a medve kifutójánál Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark zoológiai osztályvezetője. A különleges környezetgazdagítási eszközöknek köszönhetően ingergazdagabbá tesszük a környezetüket, úgyhogy most jelenleg a fehér oroszlánok kaptak apróságot, egy gyönyörű labdát, egyébként abba patás állatoknak a szaganyagát raktuk, azzal stimuláltuk az oroszlán gyerkőcöket, most pedig a barmedve kifutójánál állunk, és a barmedvénk várják a finom csemegéket. A gyereknap alkalmából egy kincskeresős játékkal is készültek a kilátogatók számára. Az állatpark három pontján színes varázskockákat rejtettek el, amelyeket az EHON standjánál válthattak be a gyerekek különböző környezetgazdagító eszközökre és hasznos nyereményekre.